Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit június 2-án 19 óra 45 perckor. Mai adásunkat a Trianon 100 éves évfordulójának szenteljük. Sáros István Trianon című drámájában nyomon követhetjük a nemzetközi törvényszéki tárgyalások egyes epizódjait. Az izgalommal, részvéttel vagy éppen váratlan fordulatokkal teli jelenetek nagyívű történelmi pannót mutatva keresnek hiteles választ a tragédiára. A Mohácsi vész előestéjének döntéshozatalától 1920. június 4-éig. Ezt követően a darab bemutatójáról láthatunk egy összeállítást, majd beszámolunk a Magyarságkutató Intézet Trianon konferenciájáról. Most először tehát nézzünk meg egy beszélgetést Szikora Jánossal, a darab rendezőjével. Száz esztendővel ezelőtt éltük meg, élték meg elődeink a békediktátumot, és megszületett egy könyv erről. Jókai Anna erről azt mondta egyébként, hadd idézzem, minden fontos könyv tett, nemző aktus, és minden érett olvasat fogantatás. Hiszem, hogy Sáros István kötete sokak számára lesz fogantatás. Így is történt, ahhoz viszont kellett az a barátság, az az ismeretség, ami téged Sáros Istvánhoz fűz, hiszen tudjuk, hogy ebből született meg a gondolat, ez volt az indítatás, hogy ez a darab színre kerüljön Magyarországon. Nagyon szép ez a Jókai Anna idézet, és nagyon találó. És már csak azért is, mert magamat is érintve érzem benne, hiszen én is úgy érzem, hogy az első pillanatban, amikor hírét hallottam ennek a készülő műnek, a fogantatásnak a pillanata megtörtént. Pécset jártam majdnem 2 évvel ezelőtt, és Sáros Istvánnak egy másik darabjáról, a Rabbi, a Pápa és a Sátán című darabjáról beszélgettünk. Ez egy régi alkotás a Sáros Istvánnak, és régóta tervezem, hogy bemutassam. És miközben erről beszélgettünk, Sáros István szóba ejtette egy készülő művét. Tudakozódtam, mi ez? Mondta, hogy hát a Trianonról írok. Ó, Trianonról, mondom, milyen érdekes, és mi lesz ez? És akkor egyszer csak lelkesen elkezdett beszélni az István, és én abban a pillanatban azt mondtam, állj, István, ne folytasd, küld el nekem, de azonnal. És így a Rabbi, a Pápa és a Sátán című darabból nem lett bemutató, illetve nem tudom, hogy ezt most végérvényesen fogalmazhatom-e, mert talán egyszer majd lesz. Azonban a Trianont készhez kapva és elolvasva azonnal tudtam, hogy 100 éves évforduló ide, 100 éves évforduló oda, nekem ezt meg kell csinálnom, és ha a sors kegyelméből éppen itt vagyok egy ilyen fantasztikus városban, egy színházban, egy nagyszerű társulattal, akkor minden együtt áll, hogy ezt a darabot meg is kell csinálni. Tehát hangsúlyozni szeretném, hogy most minden Trianonnal van tele, 100 éves évforduló, stb. De ez évfordulótól független, ez nem egy kampányszíndarab, ez nem egy kampányfeladat, ez nem egy kampányelőadás. Ez azt gondolom egy lelkiismereti aktus, az én részemről mindenképpen, de bízom benne, hogy talán az egész társulat részéről, hiszen a olvasó próbát is azzal kezdtem, hogy a nemzeti önismeretnek egy megkerülhetetlen pontja Trianon, és mi, akik a színpadon állunk és beszélünk, és emberi problémákat és konfliktusokat ábrázolunk, elemi kötelességünk, hogy a nemzetünk létét, a történelmünk egy jellegzetes epizódját ne beszéljük ki a nézőknek úgy, ahogy ma látjuk. Én bizakodó vagyok, hogy ugye mi ketten olvastuk már, azt bizonysággal mondhatom, hogy majd a nézők is eljutnak addig, ha megnézték a darabot, hogy elolvassák ezt a könyvet, hiszen ez egy olyan dokumentumdráma, ami a legkülönfélebb aspektusait mutatja meg nemzeti sorstragédiánknak. Viszont pontosan ezért a legnehezebb a rendező feladata. Hogyan sikerül ezt úgy átadni a közönségnek, hiszen jegyezzük meg, hogy ez a darab nem csak és kizárólag, sőt mondom én, Trianonról szól, nem csak a párizsi beszélgetés, nem csak az összes többi, hanem elindul Mohácstól, és kitekint, és nagyon sokféle színt ad ehhez a történethez.
Melyek voltak a legfontosabb feladatai a rendezőnek, a dramaturgnak? Az egyik elég furcsa, mert így első ízben szinte a pályám során, miközben a színészeket instruálom, igyekszem nem színészekként instruálni őket, hanem tanárokként. Az a legfontosabb instrukcióm például most a színészek felé, hogy ne színészkedj, nem színész vagy, tanító vagy. Tanítsd azt, amiről beszélsz. És ez azért fontos, mert ezt az előadást sem megcsinálni, de végigülni nézőként nem könnyű feladat. Nem könnyű feladat, mert rengeteg információ, adat, tény, dokumentum hangzik el, és ezeknek részben ezeket észben tartani, részben ezek mögött az összefüggéseket meglátni és megérteni, ez egy komoly feladat. Tehát legtöbbször egyébként hasonlatként a színészek számára is a Mindentudás Egyetemét mondom. Tehát képzeld el, hogy kint állsz a Mindentudás Egyetemek katedráján, és magyarázol az embereknek. Tehát a nézőknek is, mi történt Trianonban, miért történt az, ami történt, hogyan jutottunk el idáig, ezt el kell magyarázni. Tehát ebben az előadásban a magyarázat és a megértés, a tények megértése, az fontosabb, mint mondjuk lélektani átélése egy adott szituációnak. Tehát ez egy nagyívű történelmi pannó, nem más. Pontosan, így van. Azért is használjuk a dokumentum dráma kifejezést, hiszen itt dokumentumok, elemi tények csatáznak egymással. Igen, egy kritikát olvastam, azt mondja, hogy nem csak szakmai erény, ami létrehozta ezt, hanem isteni kegyelem is. Ez valahogy így lesz, hiszen tisztán látni és láttatni, ez egy óriási feladat. Mitől izgalmas ez igazából a rendező szemével? Az összefüggései miatt. Én történelmet szerető ember vagyok, ráadásul az elmúlt években meg különösen a történelem különböző korszakai felé fordult a figyelmem. Tehát én ezt nagyon szeretem, de a Trianon összefüggéseit ilyen mélységében tulajdonképpen sose tudtam. És ha ezt a darab nem kerül a kezembe, akkor valószínűleg az életem is kényszerít rá, hogy ezzel komolyabban foglalkozzak. Tehát a számomra a legnagyobb izgalmat az a nagy összefüggéseknek ez a rendszere adja, és az, ahogyan az ember nézi, hogy úristen, hát így mozog a világ, így mozog a történelem. És hát igen, a történelem azzal szembesít, hogy bizony, így mozog a világ. Annál is inkább, hiszen ebben a darabban, ebben a drámában megszólalnak 6 esztendő 1914-től 20-ig vezető magyar politikusok. Megszólalnak az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország vezető politikusai. Megszólal Poprád, hiszen visszatekintünk egy kicsit Sáros István családi vonatkozásait is beleszőtte ebbe a történetbe, és természetesen megszólalnak a csehek, a szlovákok, a románok, a délszláv államok képviselői, ami azt jelenti, hogy egy teljes egységes egészet kell a színpadon bemutatni. Igen, ezt érzik a színészek is, ennek a felelősségét és a súlyát, de ugyanakkor ez a megvalósításnak az izgalma is. Hagyd tegyem még hozzá, hogy ez talán az egyik legkényesebb kérdése most pillanatnyilag a munkánknak. Ahogy említettem, megszólalnak csehek, szlovákok, románok velünk kapcsolatban. Hát nem szeretnek minket. Most ugye 1900-as évek elején vagyunk. Gyűlölik a magyarokat. Mi ennek a magyar gyűlöletnek az oka? Miért nem szeretnek minket ennyire? Ez folyamatosan felvetődik ez a kérdés, és hát persze megkapjuk rá a választ, ki maga döntse el, hogy ez mennyire elfogadható, de sajnos megvan rá a válasz, hogy miért nem szeretnek minket a ma már szomszédaink, akkor még nem szomszédaink, hanem velünk együtt élő társbérlők, már elnézést, hogy ezt a kifejezést használjam, és ugyanakkor akkor román, cseh politikusai szájából hát nagyon kemény magyar gyűlölő mondatok hangzanak el. Annyira kemények, hogy
szinte azt mondtuk, hogy na álljunk meg, mert hogyha ezt a Sárosi István írta, akkor ezt most nem lehet elmondani, mert ez szinte egy becsületsértéssel felér. Hát nem a Sárosi István találta ki, ezek jegyzőkönyvekben rögzített. Igen, tehát tegyük hozzá, tehát hogy például ez... a bukaresti parlamentben rögzített felszólalás a Bratianunak, az akkori román miniszterelnöknek, hogy a magyarokat el kell tiporni. Mert ha mi nem tiporjuk el, akkor ők fognak minket eltiporni. Tehát azért ez elég durva mondatok, gondoljunk bele. Igen, és Binda hiteles jegyzőkönyvek másolata. Tehát nem tesz hozzá, nem vesz el belőle. Pontosan ez az egyik erénye. Én olvastam nemrégiben egy nagyon érdekes nyilatkozott sort, ahol te magad is megszólaltál, de emellett megszólalt Rokán Péter, aki nagyon fontos szerepet játszik, megszólal ugye Aponyi Albert grófot, megszólal Gáspár Sándor és Seres Zoltán, aki, ha úgy tetszik, a két főszereplő, bár ebben a darabban mindenki főszereplő. Valóban, tehát ugye szoktak ilyen sablonosan mondani, hogy nincs kis szerep, de itt tényleg elmondható, itt minden egyes szereplőnek külön óriási sorsa van, és ez csak úgy érdekességként jegyzem meg, hogy én még nem nagyon értem meg életem során olyan próbát, ahol a színészek a próba után ilyen lelkesen vetették volna bele magukat a YouTube-ba, vagy az internet különböző csatornáiba, hogy utána nézzenek, hogy ki is ez a figura, akit én játszom, milyen volt ez. És hát izgalmasabbnál izgalmasabb karakterek jelennek meg. Magyarországi ősbemutatóra került sor a Vörösmarty Színházban Szikora János rendezésében. Sáros István Trianon című dokumentumdrámájának színpadi változatát láthatta a közönség. Családok tízezreit, emberek százezreit vágták el egymástól egyik napról a másikra. Sáros István Trianon című drámájában, amely Szikora János rendezésében kerül színre a Vörösmarty Színházban, nyomon követhetjük a nemzetközi törvényszéki tárgyalások egyes epizódjait. Az izgalommal, részvéttel vagy éppenséggel váratlan fordulatokkal teli jelenetek nagyívű történelmi pannót mutatva keresnek hiteles választ a tragédiára, a Mohácsi vész előestéjének döntéshozatalától 1920. június 4-éig. Most már rendre, pedig most már jó néhány összpróbát láttam, a végére mindig megrendülök. És azt gondolom, hogy ha én az anyag tulajdonképpen már szakmai és érzelemmentes ismeretének ebben a mélységében is rendre meg tudok rendülni egy egyszerű összpróba után, akkor úgy érzem, hogy ez az előadás jó sínen van. A színművész élete áldás és átok egyszerre, Gáspár Sándor nemrégiben Géza fejedelem szeretében, Szabó Magda az a Szép fényes nap című drámájában a Magyar Királyság megteremtésénél bábáskodik, most pedig a Trianon darabban ezer évvel később a történelmi királyság megszűnésének egyik tanúja. Azt az egyszerű üzenetet hordozza, remélem, hogy hordozza, hogy ez a fajta kettétépettség, ami azóta is jellemzi sajnos a viszonyokat, a magyarság közéleti viszonyait. Ez az előadás a lehetőséget arra, hogy legalább beszéljünk. Az elhallgatás az talán még inkább feszültséget gerjeszt, viszont normális józan beszélgetések igenis szükségeltetnek. Én abban a korban nőttem fel diákként, amikor erről nem volt szabad beszélni, nem is tanították. Odahaza nagyapámék, nagyanyámék és a szüleim által tudhattam valamit is erről. Nagyon nagy szerencsének tartom, hogy megadta nekem így a színház, hogy ezzel a témával elég mélyen kollégáimmal együtt foglalkozhassak. Bennem is valóban rengeteg kérdést vett föl, és megnyugodtam, mert nem a harci riadót, nem azt az ébresztőt gerjeszti bennem, hanem nem a csatára gondolok, hanem a dialógra, a párbeszédre, a normális párbeszédre. Csatlakozó dokumentumok közül kiemelkedik ez a térkép. A világ egyértelműen térképe,
amelyen a népesség nemzetiségek szerinti elosztását a népsűrűségünk alapján határozza meg. A magyar lakosságot vörös színnel jelöltük, megkapta a nevét is. Bátorunk! Parancsoljanak, uraim! A darab jeleneteiben Szikora János olyan közvetlenséggel mozgatja szereplőit, hogy a néző úgy érzi, mintha ő is Ferenc József császár, Clemenceau miniszterelnök, Wilson elnök, Lloyd George miniszterelnök, a később Csehszlovákia külügyminiszterévé avanzsált Edward Beneš, vagy éppenséggel gróf Tisza István Teleki Pál, a delegációt vezető Aponyi Albert gróf közvetlen közelében lenne. Az üzenete az talán az, hogy nincs teljesen reményvesztett helyzet. Apanyi többször mondja, hogy mi tudjuk, hogy hol hibáztunk. Tudjuk, hogy mit kellett volna csinálnunk. Hiszen ő nem egy országvezető volt, csak egy miniszter volt. Olyan helyzetbe került, hogy sokak helyett kellett neki úgymond magyarázkodni, mentegetőzni. És amikor ő elmondta ezt a beszédet, ahogy én először kezembe vettem, akkor az elején egy elfogadottságot éreztem belőle, ahogy itt a nagy testület előtt neki ezt el kell mondani, reménytelenséget, és ahogy ment bele a tényekbe, és ahogy a emocionálisan elkezdett ráhatni az a mondandó, úgy lett inkább vádló, mint védekező ember. A darab lehetőséget nyújt arra, hogy hitelesen és érthetően szóljunk Trianonról. A dokumentum dráma alkalmas arra, hogy a közönség együtt gondolkodjon az alkotókkal, a múlt elemzése, megidézése befolyásolja a jelenlátásunkat és a jövőt is. A 100 éves trianoni békediktátum megszületéséről tartott online konferenciát a Magyarságkutató Intézet. Az előadásokon neves történészek vették górcső alá az első világháború, illetve a békekötés utáni történéseket. Most nézzük meg Vizi László Tamás, az intézet tudományos főigazgató helyettesének előadását. Előadásom címe lehetett volna másképp. Az Aponyi Albert és a Benárd Ágost vezette delegációk Versailles-ban címet viseli, de engedtessék meg nekem, hogy mielőtt a témába belevágnék, hadd idézzem fel azokat a napokat, azokat a heteket és perceket, amik éppen 100 évvel ezelőtt történtek. Hiszen Nagy Szabolcs tanárú igazgató helyettes úr előadásának a kronológiai folytatása az enyém, hiszen átlépünk 1919-1920-as év fordulóján, és hogyha visszatekintünk arra, hogy 100 évvel ezelőtt, 1920. május 21-én, vagy azokban a napokban mi is történt, mi dőlt el, és mi az, ami még nem volt biztos, akkor azt gondolom, hogy nem haszontalan egy ilyen kis rövid visszatekintést tenni. Ami nagyon fontos dolog, hogy a végleges békefeltételek átadása ekkora már megtörtént. Valójában hivatalosan május 6-i dátum szerepel a békeszerződés végleges szövegén, de ezt már előző nap megkapja a Párizsban tartózkodó Praznovszky Iván, aki a békedelegációnak volt a főtitkára, Henri ezredestől, és talán nem érdemtelen elmondani, hogy azért kapja meg előző nap, hogy május 6-án az Orient Expressre fel is tudjon ülni, hiszen az Orient Express nem járt minden egyes nap Párizsból, tehát direkt figyeltek még arra is, hogy az átadás napján, a hivatalos átadás napján a magyar főtitkár kofferébe, csomagjába beletéve a békeszerződés végleges szövegét elindulhasson Budapestre. Az ezt követő napok azok valójában az aláírás és az alá nem írás polémiájával teltek. A szlájdon is látható, hogy a május 7-i minisztertanács, tehát a hivatalos átadást követő napon már tárgyalja a békeszerződés kérdését, és itt még egyszer van az aláírás, nem aláírás kérdése a domináns, és már ekkor úgy fogalmaz a minisztertanács, elsősorban Teleki Pál külügyminiszternek a javaslatára,
kikérve persze a hadügyminiszter Bádóki Sós Károly vezéredezredes később altábornagynak a véleményét, hogy valójában a magyar honvédség nem áll készen arra, hogy a körkörös betörés ellen, támadás ellen eredményesen védekezni tudjon. Nem mondta ki Teleki Pál május 10-én a nemzetgyűlésben ugyanezt, viszont a hosszú beszédében, amelyben a nemzetgyűlés előtt feltárta a trianoni békeszerződésnek a részleteit, és részletesen ismertette az ahhoz csatolt Millerand kísérőlevélnek a tartalmát, valójában már utalt arra, hogy nincs alternatívája az aláírásnak. És amit nem mondott ki Teleki Pál május 10-én délelőtt a nemzetgyűlésben, az kimondta délután Gróf Aponyi Albert, a békedelegációnak a vezetője, a békedelegáció ülésén, mikor azt mondta, hogy kénytelenek leszünk aláírni a szerződést. Tehát valójában a kormány és a békedelegáció is azonos állásponton volt, és hogyha még ehhez hozzátesszük a másnapi nemzetgyűlés külügyi bizottságának az ülését, amelynek az elnöke ifjabb Andrássy Gyula volt, és az ő ott elmondott beszédét a másnapi újságok úgy közvetítették, hogy halálba kergetjük a nemzetet, ha nem írjuk alá a békét. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ezekben a napokban 100 évvel ezelőtt valójában eldőlni látszott, és már el is dőlt, hogy a magyar kormány alá fogja írni a békeszerződést. Nagy kérdés persze az volt, hogy miután a Millerand-féle kísérőlevél közvetlenül Aponyi Albertnek, mint a békedelegáció vezetőjének adresszálódott, és feltette neki azt a kérdést, hogy fel van-e hatalmazva a békedelegáció arra, hogy a békeszerződést aláírja. Nos, erre a választ május 16-án a megszabott 10 napos határidő utolsó pillanatában Aponyi Albert közölte Millerannal, amikor jelentette, illetve jegyzékben közölte, hogy a békedelegáció ezt a békeszerződést aláírni nem tudja, ez a békedelegáció számára elfogadhatatlan, és ebből adódóan visszaadja a mandátumát annak a testületnek, amelytől ezt még 1919. decemberében kapta, azaz a magyar kormánynak, és erről Teleki Pál és Simonyi Szemadam Sándor miniszterelnök aláírásával másnap egyébként május 17-én a kormány nevében is elmegy egy jegyzék, amelyben arra hivatkoznak, hogy az ország súlyos helyzetének tudatában a magyar kormány nem tagadhatja meg a békeszerződést aláírását, és miért megkapják az aláírás pontos helyét és időpontját, akkor meg fogják nevezni az aláírók személyét. És egyébként ezt május 26-án Teleki Pál a nemzetgyűlésben is bejelentette. Tehát 100 évvel ezelőtt, hogyha a május 21-ét dátumnak nézzük, tehát a mai konferencia dátumát, egy dolog biztosan eldőlt, nevezetesen az, hogy a békeszerződést magyar kormány nevében valaki vagy valakik alá fogják írni. És ami még nem dőlt el 100 évvel ezelőtt, május 21-én, az egyrészt az, hogy hol és mikor lesz a békeszerződés aláírása. Nos, erről május 22-én, tehát holnap lesz a 100. évfordulója, tájékoztatta Jules Cambon francia diplomata Praznovsky Ivánt, a párizsi, akkor már ugye lemondott delegációnak, de a kormány megbízottjának a képviselőjét, a nagykövetek konferenciájának arról a döntéséről, és ez május 22-ig jegyzékben szó szerint szerepel, nevezetesen megnevezik a dátumot, megnevezik június 4-ét, és megnevezik azt is, hogy hol lesz a békeszerződés aláírása, megnevezik a Grand Trianon kastélynak a nevét. Még két fontos dologról van szó, amit megneveznek, azt, hogy a magyar kormány nevében két küldöttnek az aláírásához ragaszkodnak, egy miniszteriális szintű aláíróhoz, illetve a kormány teljhatalmú megbízottjának a személyéhez. És innentől kezdve bonyolódik a kérdés, hogy ha már a döntés megszületett, hogy alá kell írni, akkor ki írja alá ezt a békeszerződést. Korábban szó volt Aponyi Albert személyéről is, maga Aponyi is úgy fogalmazott, hogy amikor ő a békedelegáció vezetését elvállalta, akkor tudta, hogy egy ilyen helyzet elől nem térhet ki. Viszont Aponyi aláírói személye nyilván miután a békedelegáció lemondott, már szóba sem jöhetett, ráadásul az az Aponyi Albert, aki az 1920
január 16-i híres védőbeszédét elmondta, hát mégse szentesítheti ennek a törvényét, békeszerződést úgy, hogy kézjegyével ellássa. És ebben a pillanatban, hogyha Aponyi nem, akkor felvetődik az, hogyha a végrehajtó hatalomra testálódott, hárítódott vissza, akkor értelemszerűen szóba jön Teleki Pál, mint külügyminiszter, vagy esetleg valaki más. Tehát én itt ezt a folyamatot nem kívánom tovább folytatni, hiszen ez egy másik előadásnak a kérdése lenne, csak arra szerettem volna utalni, hogy 100 évvel ezelőtt ezek a kérdések boncolgatják a magyar politikai elitet, és ezekre kell majd választ adnia. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!